estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Könyvklubpercek ma esti nézőit. Dunai Tamás színművész bemutat egy újdonságot, és az ismertetés után felteszünk egy kérdést a könyvről. Most következzék a könyvismertető. 70. alkalommal került kiosztásra az Amerikai Filmakadémia Oscar-díja. A születésnap kiváló lehetőség arra, hogy Magyarországon végre megjelenjék egy hiánypótló kézikönyv a magyar vonatkozásokkal teli Oscar-díj történetéről, olyan szerző tollából, aki eddig 10 alkalommal vett részt a díjkiosztó ünnepségen. A könyv 3 tartalmi egységre tagolható. Az Oscar-díj története, személyes élmények és egy összefoglaló az eddigi összes Oscar jelölésről és díjazottról. Az Oscar szövődmények nélkül élte túl gyerekbetegségeit. Megküzdött a semmiből jötteknek járó szakmai érdektelenséggel, megszenvedte a néma film hangos filmváltást, szerencsés várományosai és még szerencsésebb elnyerői évről évre egyre több országban egyre több nézőt szegeznek a képernyők elé. A szerző Návai Anikó 1987-ben tudósított először az Oscar díjkiosztásról, és azóta minden évben részt vesz ezen a fényűző ünnepségen. Alaposan ismeri a gálát övező egész ceremóniát a jelölésektől, lobbizásoktól, szereplőktől kezdve a kulisszatitkokon át a lebonyolításig. Szinte minden lényegeset megtudott Hollywood láthatatlan generálisairól, akik a nagy közönség számára ismeretlenek, valójában azonban élet és halál urai. A könyvből megtudhatjuk, hogy ki volt az első Oscar-díjas filmszínésznő. Hogy James Dean soha nem nyert, sem életében, sem halála után. Hogy kivel ment Sharon Stone a díjkiosztásra. Eddie Murphyt már jelölték Oscarra, de még nem nyert. A Bárányok Hallgatnak című filmben Anthony Hopkins és Jodie Foster is Oscar-díjat kapott. Az Esőemberben Dustin Hoffman a második Oscar-díját nyerte. Tom Hanks egymás után 2-szer nyert Oscart a Philadelphiaért és a Forrest Gumpért. Ha elolvassa a könyvet, még többet megtudhat kedvenc színészeiről és az Oscar-díj rejtelmeiről. Ma esti kérdésünk a könyvről. Hányadik díjkiosztásra került sor az idén? A választ kérem írják rá egy névvel és címmel ellátott levelezőlapra, melyet bedobhatnak a könyvesboltunkban található Könyvklub Percek dobozba, vagy feladhatnak posta címünkre. Az első 5 helyes válaszolónak a hónap végén értékes könyvcsomagot postázunk. Akik még ezen a héten jelentkeznek könyvesboltunkban klubtagnak, 300 forinttal olcsóbban vásárolhatják meg a könyvet. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra jövő héten, ugyanebben az időpontban, amikor egy újabb könyvünkkel ismerkedhetnek meg.